A hétközben igazolt új játékossal, Marcus Vérrel a soraiban fogadta a friss kupagyőztest a legutóbbi bajnokiát négyszeres hosszabbítás után elveszítő Nyíregyháza. Az első negyedet 32-21-re, a másodikat 16-14-re nyert a házigazda, sőt a harmadik 10 perc is a kék cápák élet, úgy, hogy közben 20 pont fölé is kúszott a két csapat közötti különbség. Semmi nem utalt arra, ami a záró negyedben történt, a vendégek ugyanis állva hagyták a teljesen leblokkoló hazaiakat, egy 16-0-ás rohanással egyenlítettek, majd a vezetést is átvették a körmendiek, akik végül 6 ponttal megnyerték a számukra már veszi látszó mérkőzést, míg a nyíregyháziak csak maguknak tehetnek szemrehányást a bravúr elmaradásáért. Az első három negyedben fegyelmezetten kosárlabdáztunk, és lejátszottuk a dolgainkat addig, ameddig kell. A negyedik negyedben egy kicsit agresszívebb lett a körment védekezése. Erre mi azzal reagáltunk, hogy összedőlt minden. Volt egy edzőm egyszer, ő azt mondta, jót nevettünk rajta akkor, hogy megfejtük a tehenet, majd utána a negyedik negyed elején megfogtuk, és kiborítottuk az egész tejet. Hát ez ma így nézett ki. Ezt a meccset nyernünk kellett volna, és egyszerűen elképesztő, hogy a negyedik negyed elején hogyan kosárlabdáztunk, és hogyan hoztuk fel az ellenfelet, és hogyan adtuk nekik oda a győzelmet. A vendégek edzője szerint annak köszönhették sikerüket, hogy egy pillanatig sem adták fel a küzdelmet. A lényeg az volt, hogy hit benne a csapat, hogy meg tudja nyerni ezt a mérkőzést, és a harmadik, negyedik negyedben végre bement pár dobás, és ahogy egyre keményebben játszottunk, így sikerült megnyerni a mérkőzést. A forduló további eredményei: Atomerőmű Esek Kecskemét 77-72, Szombathely Mavc 86-63, Szolnok Kaposvár 76-52, Sopron Jászberény 87-71 és Pécs Albafehérvár 86-88. A tabella élén az Atomerőmű Esek 16 győzelemmel és 4 vereséggel, megerőzve az egyaránt 15-5-ös mutatóval rendelkező Szolnokot és Zalaegerszeget. A Malsó-Nyíregyháza 4 győzelemmel és 16 vereséggel a 13. helyen várja szerdai kecskeméti vendégjátékát.